A mai videóval segíteni szeretnék abban, hogy hogyan fogják tudni föltelepíteni a Gate Control termékünkhöz a mobil alkalmazást, illetve a kaput hogyan fogjuk tudni hozzá fölvenni, regisztrálni. Amire szükségünk lesz, az egy QR kód, amit vagy a telepítőtől, vagy pedig például egy közös képviselőtől kapunk. Ezt megkaphatjuk papír alapon, akár kinyomtatva, de e-mailben, és valamilyen eszköz, mobiltelefon, tablet, vagy számítógép beszkenne képernyőjének beszkennelése folytán. Nos, ahhoz, hogy az első lépést, a regisztrációt meg tudjuk tenni, föl kell telepíteni az alkalmazást, ez Android készülék esetén a Play áruházban lehetséges, méghozzá azt kell tennünk, hogy beírjuk a terméknevét, vagy legalábbis egy részletét, és megkeressük a Gate Control Pro alkalmazást. Ez a pirossal jelzett logójú applikáció lesz, amit föl fogunk telepíteni. Itt a telepítés nyomógomb után, egy pár másodperces telepítés után elindításra kerül majd a Gate Control Pro. Megnyitás nyomógombot megnyomom. Ilyenkor engedélyezni kell az alkalmazásnak, hogy az eszköz erőforrásait és fiókjaihoz hozzáférhessen, illetve majd a kamerának is kell egy engedélyezés. Maga a kapunak a felvétele az a zöld, gombra, a zöld gombnak a megérintésével kezdődik, ilyenkor elő kell készíteni ezt a QR kódot, amit be fogunk szkennelni majd. Ahogy ja, mondtam, engedélyezzük a kamerának az alkalmazáshoz a hozzáférését. Ha sikerült a QR kódnak a regisztrációja, akkor ide megadunk egy felhasználónevet. A telefonszámot nem kötelező megadni, esetleg, hogyha későbbiekben telefonszámmal való nyitás is szükséges lesz, akkor ez alapján be lehet majd állítani. Beszéltem már arról, hogy szükséges még egy jelszó a tovább lépéshez. Ezt a QR kód mellé kapjuk meg a telepítőtől, vagy például a közös képviselőtől, és ennek a bevitele szükséges ahhoz, hogy be tudjuk fejezni a regisztrációt. Ez esetben 99.88. De természetesen ez csak egy példa, ettől függetlenül az önök eszközében a az teljesen más lehet. A betöltődés után látni fogjuk a felhasználó jogosultságainak megfelelő kapukat, itt jelen pillanatban egy kapuról beszélünk, de lehetséges két kaput is látni, illetve a két kapu mellett egy vagy két kamerához is lehetséges jogosultságot kapni. Ezek után a vikonnak a, a megérintésével lehet a kaput nyitni, és működtetni magát az applikációt. Én jelen pillanatban ennyit szerettem volna ebben a videóban elmondani, amivel az üzembe helyezését magának az alkalmazásnak, illetve a kapu felvételét tudjuk megtenni. Remélem ez segített a kedves felhasználóknak. Amennyiben iOS-es készülékük van, iPhone-t használnak, abban az esetben a másik videót legyenek kedvesek megtekinteni, ott ugyanezt a Bemutatót elvégzem iPhone készülékkel is. Köszönöm szépen a figyelmet!